Vasárnap politikailag lezárul a ciklus, a politikusok mandátuma októberig tart. Több mint 10 millió forintból virágosítanak, 40 ezer virágot ültettek a városrészekbe. Három napon át változatos programok, június 13-án kezdődik a könyvhét. Jó estét kívánok! 2024. június 6-án csütörtökön 18 órakor. Önök a Miskolc TV híradóját, a Miskolcmát látják, jönnek a részletek. Június 9-én politikai értelemben lezárul az önkormányzati ciklus, jogi értelemben viszont nem. Erről beszélt a Velünk a Város frakcióvezetője. Simon Gábor elmondta, Veres Pál polgármester és az önkormányzati képviselők mandátuma októberig tart. Miskolc új polgármestere és a képviselőtestület megválasztott tagjai ezt követően állhatnak munkába. A politikus úgy fogalmazott, a Velünk a Város frakción belül személyes okok miatt a teljes együttműködés 2024-ben már nem valósulhatott meg, ennek ellenére a ciklus végéig a frakció minden tagja továbbra is Miskolcért dolgozik. Ahogy 2019-ben, úgy 2024-ben is ősszel lett volna az önkormányzati választás Magyarországon. Egy jogszabály miatt azonban az európai parlamenti választással egy időben június 9-én tartják. Ez azt jelenti, hogy ezen a napon politikai értelemben lezárul az önkormányzati ciklus. Jogi értelemben viszont az önkormányzati ciklus most vasárnap nem zárul le. Veres Pál polgármester és az önkormányzati képviselők mandátuma októberig tart. Simon Gábor elmondta, annak ellenére, hogy a Velünk a Város frakciót alkotó pártok teljes együttműködése megtört, a frakció minden tagja továbbra is Miskolcért dolgozik. A politikus arra is kitért, hogy a felmérések alapján a Fidesz-KDNP jelöltjének egyesélyes kihívója van. A polgármester jelöltek közül egyedül dr. Barkai Lászlónak van olyan támogatottsága, hogy megmérkőzzön a fideszes polgármester jelölttel, Tóth Szántai Józseffel. A többi polgármester jelölt egyik mérés szerint sem tud labdában rúgni, valahol a 10%-os sáv körül van a támogatottságuk. Van, akinek a 10% alatt egy kicsivel, van, akinek a 10% fölött egy kicsivel. Simon Gábor szerint, bár a miskolci politikusok nem tudták megteremteni a széleskörű koalíciót, de mint mondta, a miskolciak megteremthetik. Folytatódik a belváros fejlesztése Miskolcon. Topos forrásból, több mint 2 milliárd forintból Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszát fejlesztik, kiszélesítik az északi tehermentesítőt, azaz négysávosra bővítik a Szeles utcától a Tököli hídig terjedő útszakaszt. A Szemerekertben a turisták és a városlakók kényelme érdekében pedig teljesen automata és vandálbiztos komfortpontot alakítanak ki. Miskolc egyik belvárosi parkja a Szemerekert. Ügyeiket intézve sok városlakó átsétál a területen. Topos forrásból hamarosan ezt a teret is fejlesztik. Egy olyan komfortpontot megérdemel a miskolci belváros, amely egyébként európai és világviszonylatban is megállja a helyét. A tervek szerint egy teljesen automata, vandálbiztos, környezetbeilleszkedő illemhelyet alakítanak ki 2025 őszére körülbelül 75 millió forintból. Csúcsidőn kívül is nagy a forgalom az északi tehermentesítőn. Ide ömlenek be ugyanis azok az autósok, akik a Szentpéteri kapu irányából érkeznek a városba. Ezért gyakran torlódásra, dugóra lehet számítani a csomópontban. Ezt a terheltséget küszöbölné ki az ide tervezett közlekedésfejlesztési koncepció. Több mint 2 milliárd forint értékű fejlesztési forrás szántunk ide az északi tehermentesítő fejlesztésére, kiszélesítésére. Reményeink szerint egész a Tököli utcáig, sőt magát a Tökölit is meg kell csinálni, mert a hídnak ugye nagyobb az áteresztő képessége, de még az utca a mobilpetrolnál az még egy szűk keresztmetszet. A beruházást három ütemben valósítanák meg. Ennek a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást fogjuk kiírni, de három ütemben, összesen három részre osztva. Az egyik a Szentpáli utcától tart a tűzoltóságig, a tűzoltóságtól a úgy mondom, hogy a Sákútig, mert úgy mindenki be tudja azonosítani, és onnan ki egészen az autóklub után a villamos kereszteződésig.
Az útfejlesztést részben topos, részben kormányzati vagy önkormányzati forrásból valósítanák meg. A tervek elkészítése, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2027-ben indulhat a munka az útszakaszon. Választási vitára hívja a MIKOM a miskolci polgármester jelölteket. Szerkesztőségünk az elmúlt hetekben többször is próbálta megszervezni a polgármester jelöltek vitáját sikertelenül. Az érintettek közül volt, aki nemmel válaszolt, és volt, akivel többszöri megkeresés ellenére sem sikerült beszélni. Ezek alapján szerkesztőségünk letett a vita megrendezéséről. Az elmúlt időszakban azonban több a közvélemény által esélyesnek tartott jelölt is jelezte, hogy részt venne egy általunk szervezett vitán. Ketten bizonyos feltételekhez kötötték ezt. Szerkesztőségünk továbbra is vállalja, hogy megrendezi a polgármester jelöltek vitáját, azonban ezt a saját feltételeink mellett tesszük meg. A polgármester jelölteket június 8-án 10 órától a polgármesteri hivatal közgyűlési termében várjuk, erről levélben tájékoztattuk az érintetteket. A vitát a Miskolc Televízió élőben közvetíti, valamint a minap.hu-n és Facebook oldalunkon is figyelemmel kísérhetik az érdeklődők, 18 órától pedig megismételjük a műsort. Miskolc nem lehet Debrecen elővárosa, erről beszélt sajtótájékoztatóján Barkai László. A Lokálpatrióta Demokratikus Egyesület polgármester jelöltje 7 pontos programjának 6. elemét ismertette. Mint mondta, Miskolc egy régióközpont, egy gazdasági, kulturális, ipari, tudományos központ. Szerinte annak érdekében, hogy ez a város előrelépjen, előre menjen, ezekre az adottságokra kell támaszkodni. Plusz a helyi szürke állományra kell koncentrálnunk, és ezeket kell felhasználnunk annak érdekében, hogy ez a város előre menjen. Tehát nem elég az, hogy itt kéregetünk pénzt a kormánytól, hanem saját erőforrásokra kell támaszkodni, és van is mire támaszkodni. Még mindig eladó az egykori LKM vendégház. Az épület továbbra is keresi új gazdáját, jelenleg egy piacvezető, termőföld közvetítő, hasznosító és fejlesztő cég tulajdonában van, akik szerint az ingatlan alkalmas lehet akár munkásszálló kialakítására is. Eladó. Ez a felirat olvasható az egykori LKM vendégházon található táblán. A telek több mint 8000 négyzetméteres, az épület pedig több mint 3000 négyzetméter. Az ingatlanban az 1940-es évek, majd a szocialista korszak fontos gazdasági, kormányzati emberei közül sokan megfordultak itt. A Diós Gyuri acélművek vendégházaként is ismert épület jelenleg egy piacvezető, termőföld közvetítő, hasznosító és fejlesztő cég tulajdonában áll, akik kezdetben idősek otthonává vagy demenseket ellátó intézményé alakították volna át az épületet. Ezek a tervek pedig már egy munkásokat elszállásoló apartmanházat ábrázolnak. Ez annyira adta magát, hogy amikor készítettük az új vázlattervet, akkor úgy minden klappolt. És akkor úgy az ember érzi a tervezés alatt is, hogy minden ül, minden összevág a képpel, mert minden kiszolgáló funkciónak van helye, minden szállásnak, lakosnak van helye, és megfelelő helye van. Tehát méretben is megfelelő, 100 év után is alapvetően hasznosítható az épület. Szász Csaba tervezőmérnök hozzátette, hogy ezek csak tervek, ha a kivitelezés nem biztos, hogy megvalósul, hisz az épület jelenleg is eladó. Az egykori LKM vendégházról hosszabb összeállítást a péntek esti kilátóban láthatnak. Akna fedőt avattak a villanyrendőrnél. A Függetlenek szíve úgy gondolta, hogy szeretne emléket állítani egy városi legendának. A forint ugyanis Miskolcon nem csak fizetőeszköz, hanem egy fogalommá lett korzó, nemzedékek találkahelye, a főutca egy darabja. Korábban a villanyrendőr és a városháztér közötti út jobb oldalát övező járdaszakaszt jelentette. Ennek tiszteletére a Függetlenek szívvel adománya nyomán a villanyrendőrnél található aknafedő forintos formát kapott, így emlékeztetve a miskolciakat az utcaszakasz egykori nevére. Mi, amikor meghallottuk ezt az ötletet, hogy a forintnak is emléket kellene állítani, akkor azonnal azt gondoltuk, hogy ez egy olyan civil kezdeményezés, ez egy olyan civil ötlet, aminek egy helyi civil szervezet kell, hogy az élére álljon. És azt gondolom, hogy a miskolciságunkhoz nagyon fontos értékeket adtak azok az emlékek,
amelyek a villanyrendőr, amely a forint, amely a Széchenyi utca. Jövő héten rendezik meg a 95. ünnepi könyvhetet és a 23. gyermekkönyvnapokat. A kulturális programon több könyvkiadó, valamint első könyves és ismert írók is részt vesznek. Az irodalom ünnepét Tóth Krisztina, József Attila díjas költő, író és műfordító nyitja meg csütörtökön. Változatos programokkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket. Újra könyvtérré változik az Erzsébet tér. Jövő héten csütörtöktől szombatig tartják a 95. ünnepi könyvhetet Miskolcon. Idén is kitelepülnek a kereskedők és a kiadók, megnyílik az irodalmi terasz, a könyvtér színpadán pedig bemutatók és előadások, valamint zenekarok várják majd az irodalombarátokat. Ebben az évben is nagyon sok beszélgetés lesz miskolciakkal Miskolcról, és azt a változást hoztunk, hogy ezt hozzuk egy kicsit a fókuszba, tehát ez a színpadon vagy a színpad előtt fog megtörténni, mert az előző években talán egy kicsit a perifériára szorult. Varga Andrea alpolgármester a könyvhét múltjáról beszélt a rendezvény csütörtöki beharangozóján. Kiemelte, hogy az esemény szempontjából Miskolc jelentős, hiszen például a kerek évfordulókon a város volt az országos könyvhetek szervezője. Megrendezték az olaszok az első nemzeti könyvnapot, akkor néhány héttel később Subka Géza itt ebben az épületben július 5-én felvetette az ötletet, hogy könyvnap rendeztessék. Innen indult el a gondolat. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak. Szombaton a mesék és bábszínházi előadások mellett különböző játékok és kézműves foglalkozások várják a családokat. A részletes program megtalálható a II. Rákóczi Ferenc könyvtár weboldalán. Több mint 40 ezer virágot ültettek el Miskolcon. A városgazda májusban és júniusban végezte a virágosítást, többek között a Szent István, a Petőfi és a Deák térnél, valamint az Avason és a Népkertnél. Az önkormányzati költségvetésből csaknem 14 millió forintot költöttek az egynyári növények telepítésére, képviselői alapból pedig körülbelül 2 millió forintot fordítottak a virágosításra az igények szerint. A városgazda folyamatosan végzi a növények öntözését és gondozását is. Hőségtűrő, kevesebb gondozást igénylő virágokat ültetünk be. Május elején kezdődött Miskolc közterületeinek virágosítása. Többek között díszcsalánt, bazsalikomot, kokárda és kúpvirágot ültettek városszerte több virágágyásba, Kaspóba. A Szent István térnél a virágúra növényeinek kiválasztásánál figyelni kellett arra is, hogy az egynyári virágok ne zavarják az óramutatók működését. Önkormányzati költségvetésből csaknem 14 millió forintot költöttek a város szépítésére. A képviselők pedig alapjukból a saját választókerületükben további virágosítást igényeltek több mint 2 millió forintból. A befejezési körülbelül 2000 négyzetméteren ültettük el a növényanyagot, ez körülbelül 42 ezer darab tővirágot jelent, ami azt jelenti, hogy a város parkjaiban, a közterületeinken, ott, ahol virágágyások vannak, ezeknek a beültetése megtörtént. A városgazda nem csak az ültetést végezte, a virágok öntözését és gondozását folyamatosan ellátja majd. A helytörténeti verseny legjobban teljesítő diákjait jutalmazta szerdán Fodor Zoltán. Az avasi önkormányzati képviselő a lakótelepen élő gyerekeknek hirdette meg a versenyt Miskolc helytörténetéről, látványosságairól és nevezetességeiről. Szerdán azok kaptak ajándékcsomagot, akik a legtöbb pontot érték el a megmérettetésen. A politikus a verseny életre kívásával egy régi hagyományt elevenített fel, ugyanis a 2015-ben elhunyt Dobros István helytörténésszel számos városismereti vetélkedőt szerveztek. A többfordulós versenyen csaknem 20 gyerek indult, és nem csak az Avasról, hanem egész Miskolcról lehetett tudásukat bizonyítani. A résztvevők minden kitöltött tesztért csokoládét kaptak, azonban a legjobbak ajándékcsomagot is átvettek. Két gyermek, egy testvérpár, egy kisfiú és egy kislány, ők mind a négy alkalommal részt vettek, és másik két gyermek pedig csak három alkalommal. És miután ők érték el a legtöbb pontot négyen, ezért részükre ajándékot vettem, amit én meg is ígértem. Megkérdeztem őket, mit szeretnék. Ugye lehetett látni, az egyik kislány egy kosárlabdát kért, a másik egy fotballabdát, a másik két kislány meg egy tollasütő szettet.
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Vörösmarty utcai otthonában Miskolc önkormányzata Gulyás Gyulánét. A város nevében Szomorné Takács Tünde, a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati főosztályának csoportvezetője, és Révész Péter önkormányzati képviselő egy csokor virágot, ajándékot és egy emléklapot adott át Erzsike néninek. Az ünnepelt elmondta, hogy 52 évvel ezelőtt, amikor férjhez ment, akkor költözött Miskolcra. A vasútnál, később a volán pénztárosaként, majd a lottózóban dolgozott 36 évig csoportvezetőként. 3 gyermeke, 4 unokája és egy dédunokája van. Pénteken a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarják meg. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Ha tehetik, maradjanak velünk, a híradó után kezdődik a sportpercek. Riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik, friss hírekkel legközelebb pénteken a szokott időben jelentkezünk. További jó tévézést, viszontlátásra!